Hétközi fordulóban játszott a Nyíregyháza Spartacus. A Siófok ellen léptek pályára szerda este a Városi Stadionban, mintegy 550 néző előtt. A döntetlennel záruló első félidő után a csapat végül 2-0-ra múlta felül a balatoni együttest. A gólok a 60. és a 91. percben születtek. A Spari vezető edzője szerint minden játékos hozzátette azt, ami kellett ehhez az eredményhez. Kiemelnénk egy kicsit a fiatalokat, két fiatalt ebben az esetben, mert mondom, ők azok, akik egysorban, hogy kezdőben volt a kis Tarasta, aki gyönyörű gólt is rúgott, de nem csak a gól miatt, hanem az összes játéka miatt. Akkor meg a kis Kovács, aki beállt másik fél időbe, aki magával hozta azt a teljesítményt és azt a megoldást, amire szükség volt abban a pillanatban, és ebben a két-két pillanattal a csapat tudott három pontot szerezni. A szakember úgy látja, a csapat megmutatta, hogy van ereje, karaktere, és hogy vissza tud térni arra a szintre, amit építettek az utóbbi két hónapban. Mint televíziónknak elmondta, azért is értékes ez a három pont, mivel nem volt könnyű felállni a Vasas elleni vereség után, és ez az eredmény is igazolja, hogy jól haladt a felkészülés az elmúlt időszakban. Már hétről hétre lehet látni, hogy alakul a gerinc, hogy már alakul az a csapat, amelyik tudja vinni ezt a klubot előre. Azt mondom, hogy továbbra kell építeni, vannak persze még hiányosságaink, amit kell dolgozni. Hétről hétre vagy napról napra ezen dolgozunk, csiszoljuk, próbáljuk ezt minél hamarabb helyreállítani, és abból próbálunk minél eredményesek lenni. Úgyhogy van mit dolgozunk, van mit csinálunk, de a teljesítmény, mondom, hogy meccsről meccsre jobb elemeket mutat, és erre kell törekedni, hogy az minél pozitívan és minél hamarabban érjen arra a szintre, hogy akkor az eredmény is olyan legyen. A Spari 34 pontjával a 13. a 20 csapatos másodosztályú tabellán. A csapat legközelebb vasárnap a Csákvár vendégeként növelheti pontjai számát.